Tiszta, rendes iskola, jelzi a tábla a Jósika Miklós általános iskola falán. Hamarosan nem csak tiszta és rendes, de nagy is lesz az intézmény. Kiütőt játszanak a gyerekek az iskola tornatermében. Rég felújításra szorul már ez az épület. A fejlesztés során kicserélik például a padozatát. Ezen a salakpályán pedig az új tornacsarnok épül fel, amely nem csak sporteseményeknek, de kulturális és közösségi programoknak is helyt fog adni, mondta Spinhert Zsolt polgármester 35 perc című műsorunkban. Az idősek napját már több mint 10 éve megrendezzük napkoron, és ugye szerettük volna 65 év felettieket megszólítani, de sajnos nem volt olyan helységünk, ahol több száz embert el tudtunk volna látni, illetve be tudtuk volna úgy rendezni, és jelenleg a 70 év felettieket hívjuk meg erre a programra, de itt ez teljesen alkalmas lesz arra, hogy 5-600 ember is elférjen, és akkor nyitunk ebbe az irányba is. De azt gondolom, hogy különböző bálokat, alapítványi bálokat is csinálnak az intézményeink, ezekre is alkalmas lesz ez a terem. A több mint 1 milliárd forintos fejlesztés révén fejlesztő szobákat is kialakítanak, és hangszereket is beszereznek az iskolában. A program a tervek szerint 2022 őszén zárul. Március közepe óta van ideiglenes forgalomkorlátozás a 41-es főúton Napkornál. Körforgalmat épít a Magyar Közút. Napkor polgármestere szerint jelentősen javulnak a közlekedés feltételei a beruházással. Több mint 9000 autós napi forgalom van ezen az útszakaszon, tehát azt gondolom, hogy ez már maga indokolja azt, hogy ez a körforgalom megépüljön, és ezzel arányosan természetesen az örömünk is ekkora, mint amekkora a forgalom, hiszen tényleg erre is régóta várunk, de nagyon örülök, hogy eljött az időszak, és június végéig a kivitelezőkbe is fejezi ezt a beruházást, és azt követően pedig át fogják adni a forgalomnak. Ugye ez a levelekihez hasonlóan a Magyar Közút beruházásában készül, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos eleme a napkori fejlesztéseknek. Itt igazából a nekünk napkoriaknak az is fontos még, hogy ez a körforgalommal a 41-esre való rákapcsolódás időtartama is lecsökken, hiszen főleg a reggeli, illetve délutáni csúcsforgalomban igen nehézkes volt a felhajtásunk a 41-es főútra. A polgármester azt is elmondta, a főút mellett tervezik a Pócsi út felújítását, és egy új, a 41-es főútra rávezető szakasz kialakítását napkoron.